Forgács János 1927. december 13-án született Csepelen. Családjával a II. Világháború vihara sodorta a Csepel-sziget déli csücskébe, Makádra. A család rendkívül nehéz anyagi körülménye is közrejátszottak abban, hogyan a katonatiszti pályát választotta 1948 elején, mert akkor még volt esély az ország demokratikus irányba haladására. A háborús helyzetre való tekintettel egy év múltán tiszté avatták. A híradós tisztibeosztás, bár az ország egy további távoli szegletébe vezényelte, mégis 1951-ben Ráczkevei lányt vett feleségül, s így családot is városunkban alapított. A 29 éves hivatásos honvédfőadnagy a magyar forradalom idején a híradós szertámban teljesített szolgálatot Budapesten. Az események miatt szolgálati helyére nem tudott beérkezni, így bekapcsolódott a ráczkevei történésekbe. Mint katonaviselt polgárt a Nemzeti Bizottság a Nemzetőrség parancsnokának nevezte ki. Tevékenységét szolgálatnak tekintette, melyet a közösség érdekében végzett. A hatalmat nem megszerezte, hanem vállalta, hogy az általa szervezett testülettel pótolja azt a hatalmi űrt, melyet a rendőrség távozása hagyott maga után Ráczkevén. Többek között neki is köszönhető, hogy városunkban köztörvényes bűncselekmények alig, halállal végződőek pedig egyáltalán nem történtek. Határozott és erélyes fellépése gátat vetett a magánsérelmeket előtérbe helyező lincselési hangulatnak. Küldetésnek tekintette, hogy a Rákosi rendszer működtetésért felelős politikai rendőri vezetők személyes biztonságát addig szavatolja, amíg törvényes felelősségvonásuk meg nem történhet. A város területén föllelhető fegyverek begyűjtésével növelte a lakosság biztonságérzetét. Ténykedésének eredményességét először még a visszatérő politikai rendszer képviselő is elismerték. Rövid ideig tartó internálása után tanácstitkári feladatokat látott el. A néhány hónapig tartó megbízatás alatt feladata több utca villamosítása és szilárd burkolattal való ellátásának előkészítése volt. A megtorlás időszakában méltósággal viselte a fizikai és a családi hiányát jelentő lelki megpróbáltatást. A folyamatosan gyarapodó család apjaként 7 gyermeket nevelt fel. Nehezítette, hogy múltja okán nehezen talált munkát a több mint egy éves második internálást követően. Munkahelyét nagyon megbecsülte, és ennek megfelelően dolgozott nyugdíjaztatásáig. 56-os múltja ellenére kiváló munkáért állami kitüntetésben részesült a múlt rendszerben. Szervezte, majd vezetője lett a Keresztény Demokrata Néppártnak városunkban. A rendszerváltást követően több ciklusban is tagja volt a képviselőtestületnek. Alapítója a Ráczkevei Baráti Körnek, mely városunk egyik legfontosabb civil szervezete. A 90-es évek elején nem kevés munkát áldozott arra, hogy részt vehetett a katolikus általános iskola újraindításában. Visszakapta főhadnagyi rendfokozatát, előbb őrnaggyá, majd alezredessé léptették elő. A megpróbáltatásokban mindig beleosztozó társa elvesztése feletti bánatot csak a több mint 80 fős család gyarapodása enyhíti. Gyermekei nehéz körülmények között, de határozott nemzeti és keresztény értékrendben az apai családi mintát követve nevelkedtek. Tulajdonosa a Pofosz érdemkeresztjének, a Tartalékos Katonák Országos Egyesülete emlékkeresztjének, birtokosa a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének, valamint megkapta a Csepel örökség díjat. Városunk próbe kitüntetettje. 1989 után Ráczkevén vállalt tevékenységért köztiszteletnek és megbecsülésnek örvend szűkebb és tágabb szülőföldjén. János bácsi egyik azoknak az még élő ráczkevei polgároknak, akik elhozták a szabadság rendjét városunkba 1956-ban. Ráczkevéért tett érdemei elismeréséül, valamint példamutató életútjáért Ráczkeve város önkormányzatának képviselőtestülete Forgács Jánost díszpolgári címkitüntetésben részesíti. Gratulálok!